Sziasztok! Na, íme az új mikrofonálványom, amit igazából, hát egy hónapja rendeltem. Íme. Ő az. Egy 4000 forint volt. 3000 volt az állvány, és 1000 forint a behozása. Itt van neki tartója, ugye, itt a mikrofon, a mikrofonomat jól el is dobtam, nagyon jó. Ez egy 40 000 forintos mikrofon, tökre megéri így dobálni, tehát a szívem kiugrott a helyére, de szerencsére az USB kábel megtartotta, jó van. Ezt most így óvatosan visszarakom, még mielőtt nagyobb gond történik. Vissza is raktam. Jó, tehát itt van a maga az állvány, és tök jól lehet állítgatni magasabbra, illetve alacsonyabbra, közel hozzám, vagy távolabb hozzám. Ez most már jó lesz, mert remélhetőleg sokkal kevesebb zajjal fog így majd járni a dolog, de sokkal kevesebb zaj fog majd hallatszódni. Ami még hiányzik, az majd lesz itt egy ilyen mikrofon szűrő is, ami majd segít abban, hogy hát nem szűrő pontosabban, hanem rezgés csillapító, tehát hogy az asztalnak a rezgése is, meg a gépnek a rezgése is majd egy kicsit még jobban fognak csökkenni, de egyelőre biztos vagyok benne, hogy így is sokkal jobb lesz majd a hang. Legalábbis én nagyon remélem. Ami a legfontosabb, hogy eddig ugye úgy csináltam a hangot, hogy fogtam az állványt, és akkor, hát ezt most képzeljétek, hogy teljesen kirakom nagyba, tehát ezt szét lehetett húzni, és így itt volt a mikrofon, és akkor én erre hajoltam rá. És eléggé közel kellett hajolnom a géphez, mindig ilyen környedve kellett ülnem a mikrofonhoz közel. Most szerencsére a székhez majd úgy tudom úgy arra rakni, hogy sokkal közelebb lesz majd tényleg az arcomhoz. Ennyi igazából, csak szerettem volna megmutatni, hogy ilyen nem is van most már. És egész jó kis állvány, tehát tényleg jól megtartja a dolgokat. Még lehet, hogy a popfiltert, azt van popfilterem, és akkor azt rárakom, és lecserélem akkor, és az jobb lenne, mint ez a szivacs. A szivacs már több hangot enged be a popfilter. Szóval ilyen. Aztán tényleg kíváncsi vagyok, hogy hogy fog muzsikálni. Még lesz majd egy Titanfall-os videóm, amit nem ebben vettem föl ma, de még majd lesz, már abban említem ezt az állványt. Aztán ezután már úgy lesznek a videók elvileg, hogy az állványjal, és akkor például autós játékot is könnyebben tudok játszani majd így. Jó? Na, akit érdekel, az eBay-ről vettem. Ettől az eladótól. Jó, na, akkor felbeszélsz.